A füsti feje és háta kékes fekete. Hasa világos, csőre alatt és felett élénk rozsda színű folt virít. Farka villás, és ahogy idősödik, úgy válik egyre hosszabbá és vékonyabbá. Rendkívül kicsi és könnyű madár. Testhossza farktollaival együtt sem éri el a 20 centimétert. Testtömege legfeljebb 20 gram szárnyfesz távolsága 32-34 cm. Március végén, április elején érkeznek vissza téli szállásukról Afrikából az első füstifecskék. Magyar gyűrűs füstifecske Fokváros közelében is kézre került, de onnét is minden tavasszal visszatérnek a hazai fészkelőhelyre. Ez az út csak légvonalban kétszer tízezer kilométer. Fantasztikus a füstifecske vállalkozása. Számítások szerint minden ősszel körülbelül 200 millió példány hagyja el Európát, és kelet, nyugat vagy dél-afrikába repül, majd hazatér, amikor éjszakon ismét melegebb lesz az idő. A füstifecske előszeretettel fészkel az istállókban. A gerendák kitűnő helyet kínálnak a fészek számára, és ha odakint esik az eső, a tehenek körül néhány legyet is lehet fogni. Fölül nyitott fészkét apró sár darabokból építi, közéjük száraz növényi szálakat falaz be. A délről jött füstifecskék számára májusban érkezik el a költési időszak kezdete. A madárszülők évente rendesen két fészek aljat nevelnek fel. A tojó egyedül ül négy-hat kékes barnán petyezett tojásán, amelyek 14-16 nap múlva kelnek ki. A hím társaságot nyújt neki, de saját magának kell megszereznie élelmét. Amikor a fiókák kikeltek, a fecskepár hajnaltól az esti szürkületig eteti őket, csak repülő rovarokat fognak. A szép idő a kicsinyek gyors növekedését jelenti, a rossz idő koplalást hoz. A fióka átlagosan körülbelül 2 gram, amikor megpillantja a napvilágot, 22 g most 13 napos korára, de 17 gramra fogy le, mire kirepül a fészekből. Ez alatt az idő alatt a madárszülők 100-300 ezer rovart, levéltetvet, kisebb lepkét fogdosnak össze. Rengeteg energiát használnak fel, ezért naponta a testsúlyuk felének megfelelő mennyiségű ennivalót kell elfogyasztaniuk.